Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok. Itt Mallorca szigetén már süt a nap, nyárias az idő, de hideg szél fúj, ez kicsit olyan kellemetlen. És most megtekintjük a Biblia üzenetét. Mielőtt indítanék, röviden elmondanám azt, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején nagyon szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Aztán jött hirtelen egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy vannak üzenetek, hiszen a nyaklánc kimozdult, mint egy inga. És pontosan ezeket az üzeneteket továbbítom, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Búcsúzz el a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Éld a napot. Akkor nem lesznek félelmek. Vannak tervek nálad. Ne add fel a terveidet, hiszen ez megvalósítható. Te lezársz most valamit az életedben, de lesz egy új irány, egy új kezdet, és van valaki a környezetedben, aki segít neked. Ami az országunkat és a népünket illeti, itt vannak most fontos tárgyalások, és lesznek nagyobb változások, ami kihat a sors útunkra. Ez a háború nagyon sok pénzbe kerül. Még eltart ugyan egy ideig, de le fog száradni, hiszen hamarosan béke lesz. A mi kormányunk, a mi országunk már most is békét szeretne.
Ami téged személyesen illet, hamarosan lesz egy kellemes meglepetés. Valaki közöl veled valamit, és ez az információ fontos lehet számodra. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!